Az építési terület rendezése utáni járulék meghatározására törvény kötelezi az önkormányzatot, amely a terület kommunális és infrastruktúrális ellátottságának függvényében a tavalyi szinthez igazította az illeték nagyságát meghatározó szorzószámokat, így a járulék nem növekedett. Az építtető 36 havi részletben is törlesztheti azt, de ha egyben kifizeti, további kedvezményekre számíthat. A járulék összegében változás, illetve drágulás nem történik, sőt, amennyiben a járulék összegét egy összegben fizeti ki az építtető, 30%-os engedményt kap az előlátott összegre. A képviselők elfogadták a regionális hulladéktároló Kft. Idei üzletviteli programját, amelyet annak igazgatója terjesztett elő. A program szerint a hulladéktároló 2017. január 28-ig készül el, jövőre pedig megkezdődik a három, közöttük a magyarkanizsai átrakó állomás és hulladékudvar építése is. Ezek építkezés szempontjából és felszerelés szempontjából egyszerűbb objektumok, mint a lerakó. Ezért ennek a kiépítését 2016-ra terveztük, és ezáltal lesz egy időben a lerakóval kiépítve, lesznek kiépítve az átrakóállomások és a hulladékudvarok. Elfogadták még a sporttevékenységek költségvetési pénzeléséről szóló rendeletjavaslatot. A rendkívüli helyzetek községi törzskara és a községi szociális központ munka, illetve ügyviteli program, továbbá a településrendezési közvállalat idei üzletviteli programjának módosítása is zöld fényt kapott. A képviselők saját kérésére felmentették tisztségéből Fejsztámer Róbertet, a Tiszamenti Információs Fejlesztési Központ igazgatóját, helyére megbízott igazgatóként egy éves időtartamra Molnár Makai Krisztina, okleveles agrármérnök, a központ eddigi szakmunkatársa került.